Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunoltrade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Cank Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani képzéseket, remélem ez senki számára nem bántó, sőt, itt mi nálunk kortól és nemtől függetlenül mindenki tegezi egymást. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él Budapesten családjával, Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek föl. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezés csapata is. 1993-tól vezet embereket, több pénzintézet vezetője volt már a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni, jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH négy különböző területen lett már piacvezető, és nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével négy különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget, és személyesen több tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amiket használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességekkel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek egymással szeretetben, békességben és boldogságban együttműködve élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Na nézzük meg akkor, hogy mivel is foglalkozunk, mit csinálunk. Coach képzéseink vannak. Mit jelent az, hogy coach? Ember és életjobbító. Legalábbis a mi értelmezésünkben ezt jelenti. A coach egy szakma. Igazából 2013 óta elfogadott szakma Magyarországon. A világon hát ilyen sok tízezer coach van. Magyarországon mi vagyunk a legnagyobb coachképző intézmény. Mit csinál a coach? Coachingol, ezt úgy hívják. A coaching azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. És ugye a mi értelmezésünkben a coach az a következőt csinálja. Tehát az ügyfelét, az ügyfelének, ha van valami problémája, akkor képes arra, hogy rávezesse arra az illetőt, hogy mi a problémájának az oka, a valódi oka, és mi a megoldása. Tehát rávezetni, tehát nem megoldani helyette, és nem osztani az észt, hanem rávezetni. Tehát magyarul, ugye van olyan szakértelme, hogy hogyan jöjjön rá az illető arra, hogy mi a problémájának az oka, és rávezetni arra, hogy mi a megoldás. Tehát az azt jelenti, hogy ő csinálja majd meg a megoldást. Na most, ha az ember szeretne egy problémát megoldani, akkor anélkül, hogy az ember ne tudná az okát, hát szerintem a valódi okát, esélye sincs arra, hogy megoldja azt a problémát. Jó, tehát coachképzéseink vannak, de ez is célzottan van. A
coach képzéseink által az embereknek eljutatjuk azt a tudást, illetve képességeket is, sőt gyakorlási lehetőséget is, amely által olyan élet- és emberismerethez jutnak az emberek, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére. Sok olyan embert ismertek, akik mindig helyesen kezelik az élethelyzeteiket? Nem. Akkor ez fontos dolog lenne, nem? Hogy az ember helyesen kezelje az élethelyzeteit. Hogy képessé váljanak a problémáik megoldására. Sok olyan embert ismertek, akik képesek a problémáik megoldására? Tehát ha bármilyen problémával találkoznak, akkor képesek annak a megoldására? Hát akkor gondolom erre is. Tehát ez is fontos lenne, hogy az emberek ezt is tudják. Megelőzés is fontos lenne, hogy az ember megelőzze a problémáit, nem? Sok olyan embert ismertek, akik mindig meg tudják előzni a problémáikat? Nem igazán, nem? Képesek legyenek a célok elérésére. Sok olyan embert ismertek, akik képesek bármilyen cél elérésére? Nem igazán. Tehát akkor ezek mind fontosak lennének, hogy az ember ezekben jártassága legyen, az embernek ezekben jártassága legyen, nem? Na most ugye van ezzel kapcsolatban egy mondás, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Tehát azért nem tesznek a jó emberek semmit, mert nincs hozzá tudásuk, nem? És ha az embereknek lenne, a jó embereknek lenne tudásuk arra, hogy mit kell tenni, hogy a rossz ne uralkodjon el a Földön, tehát hogy kell az életüket úgy alakítani, ennek ugye az az alapja, hogy az embereket és az életet jobbítani kellene. Tehát nem várni, hogy jobbuljon, hanem jobbítani kellene. Tehát gondold végig az életedben, hogyha bármit nem ápoltál, nem gondoztál, nem fejlesztettél, az javult. Hát akkor miért gondolják az emberek, hogy az élet úgy tud javulni, hogy ők a javulás érdekében nem tesznek semmit? Tehát most nézz körül a környezetedben. Hány olyan embert látsz, aki az élet és az ember jobbításával van elfoglalva? Hány ilyen? Na most, ha valamit, még egyszer mondom, nem jobbítunk, akkor az romlik. Tehát én mondok egy példát, jó? Én nekem nem egy olyan ismerősöm volt, vagy van, aki fiatalnak bölcsebb volt, mint idősebbnek. Sőt, azt lehet mondani, hogy ahogy idősödött, ugye egyre kevésbé lett bölcs, de inkább szebben kifejezve hűlt. Okay. És a mai világban ez inkább jellemző, mint hogy valaki, ahogy idősödik, úgy egyre bölcsebb lesz. De vajon miért van az, hogy valaki, ahogy idősödik, egyre kevésbé bölcsebb, és régebben pedig voltak olyan emberek, akik idősödve egyre bölcsebbek lettek. Hát például nekem az egyik nagyapám, aki Budapesten élt velünk, az egy ilyen volt, aki egy bölcsöreg volt. És ugye azért tudom őt példaként felhozni, mert ugye vele együtt éltünk, tehát egy házon belül, és ugye nagyon sok mindent tanultam tőle. Szóval, hát miért van az, hogy annak ellenére, hogy így kellene működni, hát gondold végig, hát egy 20 évesnek közel nincs annyi tapasztalata, mint mondjuk egy 40 évesnek, de egy 40 évesnek se lehet annyi tapasztalata, mint mondjuk egy 60 évesnek.
De most átlagosan beszélek, nyilván lehet kivételesen, mit tudom én, több tapasztalata, de átlagosan. És nyilván egy 60 évesnek sincs átlagosan annyi tapasztalata, mint egy 80 évesnek. És akkor miért van az, hogy mégis az emberek, ahogy idősödnek, nem egyre bölcsebbek lesznek, hanem egyre jobban hűlnek. De tényleg. Szerintetek? Hát nagyon egyszerű az ok. Nagyon egyszerű az ok. És ezt már tanultuk. Tehát az emberi működés az úgy működik, hogy van egy tudatunk, az a jobb agyfélteke, és van egy ösztönünk, az a bal agyfélteke. És amikor az ember jó állapotú, akkor képes arra, hogy a tudatát használja, és gondolkodjon. Amikor az ember rossz állapotú, nem képes a jobb agyféltekéjét, tehát a gondolkodást használni, hanem ösztönösen működik. Na most, ha egy ember ösztönösen működik, ott nem tud gondolkodni, mert a gondolkodás az a jobb agyfélteke. És ennek a kulcsa az, hogyha valaki idősként meg tud maradni jó állapotban, akkor ő bölcs tud lenni. De egy ember, ahogy idősödik, általában azt tapasztalhatjuk, hogy nem megtartja a hangulatát, hanem leromlik a hangulata. Tehát ahogy idősödnek az emberek, leromlik a hangulatuk. Miért romlik le az emberek hangulata? Azért romlik le, mert mondjuk betegségek érik őket. Mert mondjuk, tudom én, családi problémák érik őket, esetlegesen anyagi problémák érik őket, akár, mit tudom én, maradandó sérülések érik őket, stb. Stb. Jó, tehát ilyenek érik őket. Na most, ha az ember tartósan rossz hangulatú valamilyen oknál fogva, akkor úgy is marad. És egy tartósan rossz hangulatú ember már nem képes, mint az én említettem, a gondolkodásra, és ösztönösen működik. Az ösztönös működés mit jelent? A megélt élethelyzetei, méghozzá a múltban megélt élethelyzetei alapján cselekszik. Na most a múlt soha nem azonos a jelennel. Na most mondok példát, hogy értsétek ezt a dolgot. Tehát mit tudom én, mondjuk valaki fiatalként, mondjuk abban az időszakban élt, ahol még mondjuk nem volt intim betét. Ahol mit tettek be a hölgyek maguknak? Rongyot. Rongycafatokat tettek be maguknak. Nem volt intim betét. Majd ugye jött az a világ, hogy lett tampon, majd lett intim betét, stb. Stb. Oké? És elkezdték használni a nők, azok is, akik régen rongyokat használtak. Érted? És mondjuk egy ilyen hölgy idős lesz, és rossz állapotú lesz, akkor képzeld el, mit csinál? Nem intim betétet használ, mint amit már használt, hanem visszatér a rongyocskáihoz. Tehát mintha kimaradt volna a fejlődés időszaka. És visszatér ahhoz a múlthoz, érted? Ami 50, 60 vagy 70 évvel azelőtt volt. Érted? Na most mondok másik példát. Mondjuk egy másik ember, aki mondjuk vidéken nőtt föl, és hát ritkán jutott hozzá az, hogy alaposan meg tudjon fürödni. Mert az alapos fürdéshez mi kell? Olyan körülmények, nem? És régen ugye mit csináltak az emberek? Mosakodtak, és csak max hetente fürödtek.
Tehát hetente egyszer, és mosakodtak. És majd bekerül egy olyan korszakba, ahol már van fürdőszoba, és naponta fürödhet, sőt, akár naponta többször is fürödhet, majd idősödik, lemegy a hangulata, rossz állapotba kerül, és mi jön be neki? Az az időszak, amikor nem tudod fürödni. És idősként nem akar fürödni. Világos? Nem akar. És ő azt mondja, hogy tiszta, mint régen az emberek, akik nem fürödtek, mert a mosakodással lerendezték, érted? Nem fürdik, de büdös, érted? Na most, akármilyen hihetetlen, ha nem hiszed, hogy ez így működik, akkor nézd meg az mostani időseket, jó? Akik nem jó állapotban vannak, valamilyen oknál fogva, megnézed, elkezdenek, ha még nem kezdtek el, úgy működni, mint, mit tudom én, 70 évvel ezelőtt, érted? És tudod mi? Én megkérdeztem több embert, akiknek a szülei ide jutottak, és mind elmeséli, hogy pont ezt csinálják. Érted? Nem betéteznek, rongyocskáznak. Úgy kell erőszakoskodni velük, hogy fürödjenek, stb. Stb. Érted? Na ezt jelenti a reaktív elme, ezt jelenti az ösztön, ezt jelenti a bal agyfélteke. Gondold végig, az az ösztön jön a genetikán keresztül, hogy nincs fürdőszoba, több ezer éven keresztül nem volt fürdőszobája a legtöbb embernek. Világos ez? Több ezer éven keresztül nem volt intim betét. Nem volt olyan bugyi, amiben esetleg betét van. Érted? És visszatér ahhoz a korszakhoz, mintha nem lenne. Érted? Mert az ösztönei nem azt mondják, hogy annál van sokkal magasabb technikai fejlettség, és meg lehetne oldani dolgokat. Nem, nem. Visszatér ahhoz, ami több ezer éven keresztül volt. Amit a genetika hozott a testen keresztül, nem az a lelken keresztül, a testen keresztül, mert a lelket és a testet el kellene választani ebben a kérdésben egymástól. És mivel a test azt a múltat hozza, hogy rongyocskák, meg azt a múltat, hogy nincs fürdés, akkor nincs fürdés. Világos ez? Na ezt jelenti. És amikor valaki rossz állapotú lesz, nézd meg a rossz állapotú, akár fiatalabb férfiakat, nőket. Büdösek. Érted? Mert nem tisztálkodnak rendesen. Érted? Tehát nem kell ahhoz, hogy valaki idős legyen, hogy büdössé váljon. Főleg ugye itt a meleg. Hát én ismerek olyan embereket, akik fiatalabb korba, érted? Mikor ilyen meleg volt, naponta többször is megfürödtek, hogy ne legyenek büdösek. Most meg a fürdés luxus rossz állapotban. Érted? Na most csak azért, mert ó, hát elvagytok úgy, mint a befőtt, mert azt hiszed, hogy még most viszonylag jobb állapotban vagy, ezért még működik jól az életed. Aha, és mi lesz később? Csak úgy megkérdezném. Tesznek arról, hogy ne legyél jó állapotban. Oké? Nem kicsit tesznek azért, nézd meg az elmúlt másfél évet, nem kicsit tesznek azért, hogy az emberek rossz állapotba kerüljenek. És akkor ugye lehetne kielemezni, hogy miért tesznek azért. Oké? De te megmagyarázhatod azért, azzal is meg tudod magyarázni, hogy azért tettek, hogy megvédjék a lakosságot a fertőzéstől. Azért tettek. Mert vannak olyanok, akik ezzel magyarázzák, hogy minden jogos volt, amit az államok tettek, az állami vezetők tettek, mert hát megvédték a lakosságot a fertőzéstől. Mitől védték meg? Nem volt fertőzés?
akkor állítólag az a sok koronavírusos haláleset, az hogy jött létre, ha nem volt fertőzés? Tehát mitől védett meg minket az állam? Kérdezem én. Nem csak itt Magyarországon, a világon bárhol. Mitől védett meg minket az elmúlt másfél évben az állam? Gondolkozz! Hát ha megvédett volna, akkor nem mondták volna, akkor azt kellett volna mondani, hogy nulla halálozás volt egész évben, nem? Mert meg voltunk védve. De nulla halálozás volt. Nem fertőződött meg senki, akkor ezt kellett volna mondani. De nem, de ezt mondták. Hát akkor mitől védtek meg? Mitől? Gondolkozz! Mitől? Oké? Na most, ha másfél éve elérték azt, hogy a lakosság nagy része sokkal rosszabb állapotba kerüljön, akkor szerinted ennek nem lesz folytatása? Hát ha azt gondolod, hogy nem lesz, akkor te olyan naív vagy, hogy fát lehetne rajtad vágni. Oké? Szóval lényeg az, hogy az emberek így működnek. Tehát kulcskérdés lenne, hogy meg tud tartani a jó hangulatodat. Kulcskérdés. És egymagad, hogy fogod tudni ezt megcsinálni? Tudod, mi miatt romlik le az emberek hangulata? A problémák miatt. A problémák miatt. És egy probléma csak akkor van rád negatív hatással, ha azt nem tudod megoldani. Érted? Nincs rá végérvényes megoldásod. Mert az sem megoldás egy problémánál, hogy megoldod, újból előjön, megoldod, újból előjön, megoldod, újból előjön. Az nem megoldás. Hanem mikor végérvényes a megoldásod. Érted? Végérvényes a megoldásod. Hogy többet, az nem probléma. Nem kellene úgy kezelni bármilyen problémát, hogy legyen olyan tudásod, hogyha jön egy probléma, azt mondd, hogy feladat. Mert a feladat is egy probléma, csak nem problémaként kezeled, mert van rá megoldásod, és onnantól kezdve az feladat. Világos ez? Nem kellene? Ó, hát azt gondoljátok, akik hallgatnak engem, hogy hol mennyi tudásod van. Aha. És az elmúlt másfél évben vajon mennyivel emelted meg a jövedelmedet? Hát ha van megoldásod, akkor legalább kétszeresére kellett az elmúlt másfél évben megemelned a jövedelmedet. És megtetted? És miért nem? Hát ha megnézed az árakat, akkor azt látod, hogy átlagosan éves szinten legalább 25%-ot romlott a pénzed értéke. Legalább 25%-ot. Na most az elmúlt másfél évről van szó. Nem az előtte lévő időszakról, akkor nem volt ilyen pénzromlás. A másfél évről beszélek. De olyan, mintha azért, mert erről nem beszél a média, olyan, mintha az emberek erről nem is sejtenének semmit. Pedig mindenki járt általános iskolába, és számolni tud, hogyha mondjuk, mit tudom én, egy zöldség volt 500 forint, és most 1000 forint egy kiló, akkor az duplájára emelkedett. Ezt még az is tudni, annak is tudnia kellene, aki nem is járt általános iskolába.
mert általában még aki nem tanult meg számolni a pénzt, azt is tudja számolni, ő is tudja számolni, érted? Na most de olyan, mintha az emberek nem tudnának számolni, tehát elérték náluk a rossz hangulat miatt, hogy ne tudjanak gondolkodni, érted? Na most mi a megoldás egy olyan helyzetre, amikor a pénzed, a jövedelmed, ami van havonta rendszeresen, értéke csökken, még akkor is, hogyha esetleg emelnek neked fizetést, vagy nő a bevételed, de akkor is a pénzed vásárló értéke, mert ez a lényeg, hogy a pénz, a pénzed, nem a pénz, tök mindegy, hogy a pénznek mennyi a vásárló értéke, az a lényeg, hogy a pénzed vásárló értéke mennyi. Világos ez? Tehát nem az a lényeg, hogy a pénz vásárló értéke csökkente, hanem az a lényeg, hogy a te pénzednek a vásárló értéke csökkente. Na most, ha nem keresel legalább éves szinten 25%-kal többet, akkor a te pénzed vásárló értéke csökkent. Világos ez? És mi a megoldás arra, hogy ha egy olyan világban élünk, tehát egyszerűen megpróbálnak nem beszélni arról, hogy gazdasági válság van. A média nem szól erről egy kukkot se. Igaz, hogy olyanokat mondanak már másfél éve, hogy újraindítjuk a gazdaságot. Hát ha valamit újra kell indítani másfél éven keresztül, akkor az még nem megy. Nem? Tehát még nincs olyan, hogy újraindítottuk. Olyan van, hogy újraindítjuk. Tehát ezt tudod, ez olyan, mint egy autó nem indul és indítózol, az még nem azt jelenti, hogy beindult az autó. Érted? Na ugyanez van a gazdaságunkkal, de nem csak a miénkkel, hanem a világ nagy részével. Ami, ha megnézzük, tudod kiknek jó? Ami most van, a kínaiaknak. Mert a kínaiak ezt, amit elindítottak, mizériát, azt tudod meddig folytatták? Nem egész fél évig csak. Mi meg már másfél éve. Érted? Nyilvánvaló, hogyha valamit fél évig csinálnak, annak nem lesz olyan káros hatása a gazdaságra nézve, mint ha valamit másfél évig csinálnak. Ez azt jelenti, hogy Kína a nyugatot velünk együtt meg fogja enni szőröstől bőröstől. Érted? Mert mi fogtuk és kiástuk magunknak a sírt. Európaiak meg észak-amerikaiak. Szó szerint. Kína meg röhög a markában. Érted? És ugye emlékeztek olyanra, hogy ilyen jóslát, jövendőlés, hogy majd jön a sárga veszedelem. És akkor azt mondták, hogy hát a sárga veszedelem az a sárga csekk. Most már nem. A sárga veszedelem, tudod mi lesz? Az gyakorlatilag azt jelenti, hogy megvesznek mindent. Érted? Na most jó, eddig is megvettek. Kik vettek meg? Hát most a nyugat. Eddig a nyugat. Mikortól? A rendszerváltozástól megvettek minket kilóra. Hát ha megnézed, a dolgozók nagy része Magyarországon nyugati cégek, cégtulajdonosok által működtetett cégekben dolgozik. Nem? Tehát akkor megvettek minket? Meg. Most
tönkre mennek ezek a nyugati cégek, szépen, és megveszik a kínaiak, oké? És röhögnek majd a markukba, és az, az lesz majd a sárga veszedelem, hogy mindenütt kínai főnökök lesznek. Ha megnézed, az egész honnan indult? Amerika és Kína konfliktusából indult ki. Onnan indult az egész. Tavaly előtt ilyen óriási húzavona volt a kapcsolatukban. És akkor ezzel oldották meg. Kirobbantották a Kínában az egész koronavírus kérdést. És nem Kína dőlt be, hanem egész nyugat bedőlt. Érted? Csak ezt át kellene látni, ezt az egészet. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az emberek, mivel nem túl jó állapotba kerültek emiatt a gazdasági válság miatt, mert ez semmi más, egy részben gerjesztett gazdasági válság, részben amúgy is létrejött volna, én ezt előre mondtam még 2019-ben, hogy ez a gazdasági válság létre fog jönni, na annál jóval nagyobb gazdasági válság lett azáltal, hogy még le is állították a gazdaság egy részét. Tehát itt van ez a gazdasági válság, és van erre vonatkozóan egy szabály. Ha nehezednek a dolgok körülötted, tehát nehezebb az élet körülötted, akkor az a végeredménye, hogy több pénzt kell keresned. De több pénzt úgy tudsz keresni, hogy többet vagy mást dolgozol. Világos ez? Többet vagy mást. Ha ugyanazt csinálod, mint eddig, akkor ugyanott oda jutsz, mint eddig. Ezek szabályok. Ha tetszik, ha nem, ezek ráadásul univerzális szabályok. Az egy univerzális szabály, ha valamit nem szépítünk, nem gondoskodunk róla, nem teszünk bele energiát, az tönkre megy. Az is egy univerzális szabály, hogyha a jót nem tesz, jóért nem teszünk, akkor eluralkodik a rossz. Ez is egy univerzális szabály. Az is egy univerzális szabály, hogyha nehezülnek az életkörülmények, akkor többet kell dolgozni, vagy mást kell tenni, hogy könnyebbé tedd az életedet. Világos ez? Ezek mind univerzális szabályok. Valakinél bekapcsolódott a Skype-on a hang. Lőjétek le. Jó, tehát gondold végig, lehet, hogy ezeket az univerzális szabályokat nem ismered, vagy nem érdekel, attól még hat mindnyájunkra. És akkor ezzel kapcsolatban van egy másik szabály. Ha tartósan olyan tevékenységet folytatsz, amivel közvetlenül vagy közvetett módon más ártalmára vagy, vagy mások ártalmára vagy, akkor ez rád fog kivetülni. Tehát az az ártalom, az visszacsapódik rád. Ez egy univerzális szabály.
Tehát ez azt jelenti például, mondjuk valaki dohánygyárba dolgozik, vagy dohányt árul, trafikba, akkor ne csodálkozzon, hogy előbb-utóbb lesznek olyan problémái, amivel nem tud megküzdeni. Jó? Akkor mondom tovább. Mit tudom én, mondjuk olyan szervezetnél dolgozik valaki, amely elnyomja a lakosságot, akkor előbb-utóbb olyan problémái lesznek az életben, amivel nem tud megküzdeni. Négy területen kapunk problémákat, az imént már ezt felsoroltam, csak nem így, hogy konkrétan, de ezt mind elmondtam. A négy terület a betegség, a baleset, a családi probléma és az anyagi probléma. Tehát ezek közül valami olyat fog kapni az illető, amit nem fog tudni kezelni. Oké? És amikor az ember nem tud kezelni egy problémát, akkor tudod, mi történik? Szenved. 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 Tehát azok az emberek, akik nem veszik figyelembe ezeket az univerzumi szabályokat, vagy univerzális szabályokat, azok szenvedni fognak. Előbb vagy utóbb. És elérkezett tavaly márciussal a tömeges szenvedés időszaka. Tudod miért? Mert azt érdemlik az emberek, annak alapján, amit cselekedtek. Tehát most gondold végig, mi az embereknek életének a legtöbb ember életének a célja. Mi a célja? Egy fiatal, mit tudom, mondhatja azt, hogy felnevelni a gyereket, és ha felnevelted, hát na, lehet, hogy azt mondja, hogy jó, hogy ezért szültök olyan későn, hogy mire felnevelitek, meg is haltok, nem? Nem? Hát ha jobban megnézzük. Hát ma egy felnevelés az azt jelenti, hogy mondjuk 25-26-27 éves korában nevelik a gyerekeket. Tehát mondjuk születik valakinek 40 vagy 40 év fölött gyereket, akkor számolt ki, hogyha 26, mondjuk 25 éves lesz a gyereke, ő meg 45, akkor 70 éves lesz. Az pont az az időszak, hogy mire felnevelte, föl is dobja a talpát. Lehet, hogy a tudatalattiban ez van benne a fiataloknál, hogy azért létesítenek késő házasságot, és azért születik későn gyerekük, hogy az életük utolsó részét azt a gyerekneveléssel töltsék el. Ez nem tudatos, ez a tudatalattiban lehet, hogy beépült valamilyen szinten. Mert erre szerintem senki nem gondolt. De mégis így néz ki. Tehát én például 23 éves koromban megnősültem. A feleségem volt 19 éves, amikor megnősült, vagy férjhez ment hozzám. Jó, és azóta együtt vagyunk. Na most, tehát az én időmben nem ez volt a szokás, hogy az ember kivár. Hát nekem van olyan unokatestvérem, aki tőlem 4 évvel idősebb, és dédunokája van, érted? Nem unokája, dédunokája. És ugye régen ez volt a normális, hogyha valaki mondjuk
60 fölött van valamennyivel, akkor már nem csak unokája volt, hanem akár dédunokája is volt. Tehát, de a mai világban ugye nem az a szokás, hanem húzzunk, halogassunk mindent. És akkor ugye megkérdezhetjük az emberektől, meg szoktad kérdezni? Mi az életed célja? Nem értelme, célja. Mi az életed célja? A cél az egy. Nem célok, nem azt kérdeztem. Mi az életed célja? Nem célokat kérdeztem, egy cél. Mi az életed célja? Én megmondom nekem, mi az életem célja. Tömegeket bejuttatni az aranykorba. Azt pedig tudás nélkül nem megy. Olyan tudással lehet bejutni a cél az aranykorba, hogy az emberek képesek szeretetben, békében élni egymással. Ezt jelenti. És akkor tanulgatják az együttműködést. De az együtt, a szeretetben, békében és boldogságban történő együttműködést, azt ugye az aranykorban kell tovább lépni ebben a kérdésben. Tehát én azt látom, hogy körülbelül az emberek 10%-a törekszik az együttműködésre. A 90%-a az nem. Az mit jelent? Most nem azoknak az embereknek mondom a statisztikáját, akik nem tanulnak, hanem azok, akik tanulnak, fejlesztik magukat, azoknak a 90%-a nem gondolkodik együttműködésben. És ez elég nagy baj. Na most, ha az emberek 90%-a nem gondolkodik együttműködésben, akkor ez erre nem elég az a pár év, ami hátra van. És nem is beszéltem még azokról, akik még ráadásul nem is tanulnak. Tehát az nem tanulás, hogy nézegeted az internetet, vagy olvasol könyveket. Hát akkor mi? Tehát a tanulásnak akadályai vannak. Méghozzá a két legfontosabb akadály legyőzése után, tehát hogyha valaki mondjuk olvasgat könyveket, akkor két legfontosabb akadály talán legyőzte. Utána még van három olyan akadály, amit ha nincs segítséged, úgyse fogsz tudni legyőzni. És hiába tanulsz. Tehát tanulni vagy kezdetben segítséggel lehet, ami azt jelenti, hogy elmagyaráznak neked mindent, amit nem értesz. Na most az író el fog neked magyarázni a könyvben dolgokat? Na arra én befizetek. Hát akkor nem könyvet kell írnia, hanem regényt, érted? Ha mindent el akar magyarázni. Én ismerek olyan tanítót, aki mindent el akart magyarázni. És tudod, mennyi könyvet kellett írni hozzá? Mint innentől a falig, az mondjuk 5-6 méter, érted? És a könyvek élére állítva. Na azt olvasd már el. Ember nincs, aki azt elolvassa. Annyi könyvet. Na most akkor kérdezem, hogy fogod megérteni, hogy fogsz megérteni mindent, ami az élet és az ember működésével kapcsolatos? Az interneten nézelődésből el fogják neked magyarázni azt, amit előadásban tart az illető, és amit nem értesz?
Biztos nem. Tehát kell olyan segítség, ahol az ember segítséget kap abban, hogy ha elakad, az elakadását le tudják rendezni neki. Meg tudják szüntetni az elakadását. Ezt mondhatnánk úgy is, hogy ez ilyen kisebb coaching. Amikor egy ember elakad, akkor coachingolják, hogy az elakadáson tudjon túlélni. Most akkor nézzük tovább. Tehát az embereknek kellene egy cél. Tehát miért kellene, miért az a célom, hogy bejussanak az aranykorba az emberek? Tehát tömegek. A tömeg, tudom mit jelent? Hogy ugye az az én célom, hogy az emberiség 80%-a bejusson az aranykorba. 80%-a. Az most a 8 milliárd embernél 6,4 milliárd. Nem lehet kisebb szám, mert ennyi a szociális ember a bolygón. És mi van a maradék 20%-kal? Hát azok az antiszociális emberek, amit úgy lehet mondani magyarul, hogy elnyomók. Akik nem azért nyomnak el, mert elnyomják őket, hanem azért nyomnak el, mert így működnek. Érted? Mert ez a működésük. Na, azok nem kerülnek be az aranykorba. Eleve. Nem is kerülhetnek be. Mert azért tudnak nehezen tanulni a szociális emberek jelen pillanatban, mert körülveszi őket az elnyomás. Tehát valaki odaül a gép elé, akit mondjuk éppen elnyomtak, tudod, mit fog abból megtanulni? Semmit. Vagy odaül a gép elé, és azt mondja, jaj, de jó sokat tanultam, és utána kap egy elnyomást. Tudod, mit fog abból használni? Semmit. Világos ez? Így működik az ember. Ha tetszik neked, ha nem, így működsz. Na most onnantól kezdve, hogy az ember így működik, kell neki majd egy olyan társadalmi forma, ahol nincsenek elnyomók, hogy fejlődjön. Világos ez? És erre az aranykor hivatott. És akkor lesz biztosítva az, hogy az ember töretlenül fejlődhessen. Miért kell az embernek fejlődnie? Miért nem jó így ez a szenvedéses emberiség? Miért jó ez a szenvedéses emberiség? Gondold végig. Jó? Ez jó így? Jó az, hogy a történelem másról nem szól, csak háborúzásokról, nem? Meg szenvedésekről. Nem erről szólt a történelem. Ha megnézed, a történelem tanulmány nagy részben erről szól. Jó, volt benne 10% pozitív is. De nagy része erről szólt, nem? A szenvedésre. Tehát ez jó az emberiségnek, az embereknek, hogy szenvednek. Fogod, meghalsz ebben az életedből, kimész, meghalsz, mész egy következő életedbe, ugyanúgy szenvedés. Sőt, most többet szenvednek az emberek, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, akik meghaltak, érted? Jóval. De ha azt mondjuk, hogy 50 évvel ezelőtt meghaltak, azoknál is jóval többet szenvednek a maiak. Tehát nekem az átlagnál sokszorosan több tudásom van az ember és az élet működésével kapcsolatban. És ha valakivel valami történik, akkor elég hamar átlátom, hogy miért történik vele. Csak mondok példát. Én azt látom, hogy ismerek olyan idős embereket, akik az időskortból, mit tudom én, x évet szenvedéssel töltöttek el.
most ismerek, ismertem, mindegy. De én azt láttam, mikor én gyerek voltam, hogy sokkal kevesebb idős szenved, mint most. Világos ez? Volt olyan példa, hogy valaki hónapokat szenvedett, de nem éveket. Érted? És a legtöbb úgy halt meg, hogy régen, a legtöbb idős, hogy fogta, és mondjuk, mit tudom én, úgy ment el, hogy este lefeküdt, reggel nem kelt fel. Vagy úgy ment el, hogy mit tudom én, azt az egy hetet, amíg ágyban töltött, azt kóbában töltött el. Érted? Tehát nem is volt észnél. Nem is volt magánál. Vagy úgy volt, hogy mit tudom én, max tényleg szenvedett pár hónapot, de nem éveket. Olyat láttam már az elmúlt években, hogy az ápolója, a menye meghalt mellette, érted, az ápolásban. Azt, akit ápolt, azt túlélte, ő meg meghalt, érted? Most vajon miért szenvednek az emberek többet? Ha ezt nagyon drasztikus akarok lenni, akkor következőt mondom, mert megérdemlik. Érted? Mert azt érdemelték az életük alapján. Mert ha megkérdeznéd a legtöbb embert, hogy mi az életének a célja, nem tudná megmondani. Érted? Tehát az életünknek a célja egy, mondom még egyszer, egy dolog. Nem 50, nem 500, hanem egy. És ha megkérdeznél 100 embert, én állítom neked, hogy 100-ból 100 nem tudná megmondani. Hogy mi az az egy, ami neki az életének a célja. Érted? Na most gondold végig, hát ha az ember nem tudja megmondani, hogy mi az életének a célja, akkor minek él? Akkor minek él? Ja, azért, mert nem tanítják ezt az embernek, hogy találjon magának egy célt. Egyet. Tehát egy cél, azt tudod milyen? Az azt jelenti, hogy nincs számmal berögzítve. Tehát nincs egy számmal berögzítve. Ez csak most egy kis tanítás. Nincs egy számmal berögzítve. Érted? Mert ha egy számmal berögzíted, és eléred mondjuk 40 éves korra, akkor a 40 és mondjuk 90 között mi az életed célja? Logikus, nem? Tehát az élet célja, az életed célja olyan kell, hogy legyen, ami akkor is eredmény, ha annak a végeredménye kisebb szám, és akkor is eredmény, ha a végeredménye nagyobb szám. Világos ez? Tehát ezért mondom, hogy számmal nincs rögzítve. Na most, ezért nem lehet például a gyerek célja az életednek, mert az számba be van rögzítve. És elérsz egy időbe, ahol már nem tudsz gyereket szülni. Ha jó, a férfiak tudnak fogantatni gyereket, de a nők szülni már nem. Mert az se biztos a férfiaknál, persze. Tehát a gyerek nem lehet. Akkor azt mondja, az unoka. Az unoka se lehet. Az is számszakilag, számban van rögzítve, ha megnézed. És akkor mit csinálsz? Bíztatod a gyerekeidet, hogy minél több gyereket, unokát csináljanak neked, vagy mi? Erre csak ezt tudom mutatni.
Nem hiszem, hogy van egy olyan szülő, amelyik a szüleinek csinál gyereket. És azt mondja, hogy azért lett a következő, meg az utána következő, meg, hogy nektek legyen több unokátok. Nem hiszem. Biztos volt már ilyen, mert mindenféle volt itt a Földön, de nem ez a jellemző szerintem. És akkor gondold végig. Az élete célja. Jókat zabáljak. Az az életem célja. Nem? Lehet, hogy ilyet hallaná. Hát de az azt jelenti, hogy akkor hónap meghalsz, mert ma jókat zabáltál, és hónap már elmehetsz. Nem? Nem? Vagy gondold végig, mi lehet az embereknek? Tehát például azt mondja valaki, hogy olyan szellemi szintre jussak, hogy képes legyek nagyon-nagyon sok embernek átadni a tudást, amit tudok. És akkor a nagyon-nagyon sok, az nincs földbe gyökerezett számmal meghatározva. Ilyen emberek vannak a Földön, de hogy az ismeretségi körödben nem valószínű, hogy van ilyen, az biztos. Jó, más a PPA-sok helyzete. Jó, most azoknak mondom elsősorban, akik nem PPA-sok. Mert a PPA-ban bizony vannak olyan emberek, akiknek van az életüknek célja. Bár itt se a többség ilyen. Nem a többség, sajnos. Ugye az imént említettem, hogy a tanulóinknak a 90%-a az nem működik együtt. Tehát nem akar együtt működni másokkal. Tehát nem akar együtt működni másokkal. Tehát az együttműködés másokkal az azt jelenti, hogy akkor beszélhetünk együttműködéssel, ha azonos célt képviselünk. Világos ez? És annak az azonos célnak a megvalósulása érdekében együtt teszünk. Csak azért, hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Tehát, még egyszer, együttműködés akkor alakul ki, hogyha van egy közös cél, és mind a két, az összes együttműködő azért a célért tesz. Világos ez? Tehát nem azt jelenti, hogy majd lehet, hogy valamikor fogok tenni érte. Az nem tett. Meg gondolatban teszek érte. Az sem tett. Jó? Maradjunk ennyibe. Na most, mi az, amivel mi tehetünk? Nekem egy kicsit más a szerepem itt a Nyílt Akadémia PPH közösségében, mint a többieknek. Azért, mert alapvetően én adom át a tudást. Tehát nekem kettő szerepem van. Egy, közvetlen tudásátadás, kettő, szervezés, hogy minél többen legyünk. Tehát minél több embernek adhassuk át a tudást. De ehhez én egyedül kevés vagyok. Ami annyit jelent, hogy azok, akik itt tanulnak, azoknak lehetőség van biztosítva arra, hogy szervezzenek tanulókat. Tehát csak azok, akik itt tanulnak, a múltkor valaki felhívja Marian, hogy ő úgy akarna szervezni, hogy itt nem tanuló. Maria rögtön mondta, nem teheti meg. Vagy tanuló, vagy nem szervezhet. Ennyi. Jó, tehát lényeg az, hogy csak a tanulók szervezhetnek tanulókat. És ha valaki szervez tanulókat,
Ugye mivel a képzéseink csak részben díjmentesek. Most nyilvánvaló, hogy egy regisztrált az a díjmentes képzéseket igénybe tudja venni. De mivel díjmentes, ha csak egy regisztráltat hozol, azután neked nem lesz jutalékod. Nyilvánvaló. Vannak fizetős képzéseink, a coach képzések jellemzően. Ezek a fizetős képzések ezek tandíjba kerülnek, tehát tandíjba. A tandíj az első hónapban óránként 660 forint. Ha ennél kapsz kedvezőbben tényleg módszereket, akkor én megemelem a kalapot előtted. A második hónaptól a tandíj az 330 forint óránként. És végig, ugye ráadásul egy új, erre még 3 éves garanciát, árgaranciát is kap. Tehát ez nem garantált ez az ár, hogy így van, mert ezeknek a képzéseknek az értéke 150 ezer forint havonta. Mennyi coach képzést adunk, tehát mennyi képzést nyújtok havonta, tehát mennyi képzést, nem coach képzést, képzést nyújtok havonta, 30 órát. Hát 30 óra. Tehát ha megnézed, a képzéseink értéke óránként 5000 forint. Oké? Na, ehhez képest ugye az első hónap 660, a második hónaptól 330 forint. És ezeknek a tandíjaknak ugye a bevétele befolyik a céghez. És a cég a 75%-át kifizeti jutalékban a szervezők közt. Tehát akik hozzájárultak valamilyen formában ahhoz, hogy az a tanuló lehessen, az részesedik annak a jutalékából. És ez minimum 32%, és fölmehet 75%-ra, de 75% ki van mindenféleképpen fizetve jelenleg. Oké? Adat ezzel kapcsolatban. Jó? Olyan embereket keresünk, akik szellemileg nyitottak eleve. És olyan embereket nem próbálunk szervezni tanulónak, aki nem nyitott a szellemi fejlődés irányában. Világos ez? Tehát ezért nagyon egyszerű kérdést föl tudunk tenni az embereknek, hogy te mennyire vagy nyitott a szellemi fejlődésre. Tehát az ember és életismerettel kapcsolatos szellemi fejlődésre. Valaki azt mondja, hogy nem nyitott, nem foglalkozunk vele. Semmilyen, tehát onnantól kezdve témaváltás. Világos ez? Aki azt mondja, hogy nyitott, avval foglalkozunk. Mit jelent a foglalkozás? Hogy elindítjuk a tanulóvá tételét. Ha ezt jól csinálod, aki nyitott, el tudod érni minimum azt, hogy 10-zel, akivel beszélsz, abból legalább egy tanuló legyen, ha jól csinálod. Oké? Ha nem jól csinálod, akkor ennél rosszabb arányaid lesznek. Ha még jobban csinálod, akár még jobb arányaid lesznek. Na most, és hogy szólítjuk meg általában az embereket? Tehát most gondold végig, az emberek 4%-a nyitott a szellemi fejlődésre. Tehát az ismerőseid 4%-a, a jelenlegi ismerőseid 4%-a nyitott a szellemi fejlődésre. A 96%
nem nyitott a szellemi fejlődésre. De ha olyan közösségekből keresgélünk, akik már eleve nyitottak a szellemi fejlődésre, akkor ez az arány már 100%, világos ez? És ha olyan emberekkel kommunikálsz, akik eleve tudható, hogy nyitott, mert olyan közösségben van már benne, akkor ugye sokkal rögtön megnő az esélyed, hogy tanulod lesz. És most gondold végig, kérem a mobilom. Köszönöm szépen. Van neked egy mobilod? A mobilon tökéletesen mindent meg lehet csinálni ahhoz, hogy szervezni tudjál. Egy okos telefonnal. Nem egy butával, amin csak billentyűk vannak. Egy olyannal, ami okos telefon. Mindent meg lehet csinálni. Jó, a klubban erről majd fogok beszélni, hogy megmutatom. Kivetítjük, jó? És majd mutatom, hogy mit csinálok. Nem kell hozzá számítógép. Érted? Ezzel teljes egészében a mobiltelefon, okos mobiltelefonoddal meg tudod csinálni a szervezést. És azért érdemes mobiltelefonnal szervezni, mert a mobiltelefon mindenkinél ott van, nálad is. A számítógépet meg nem hurcolászod mindig magaddal. És a számítógéphez oda kell ülnöd. Világos ez? A mobiltelefonodhoz nem tudod, nem kell odaülni, mert bármikor meg tudod akár csinálni azt, hogy válaszolsz valakinek, vagy kérdezel valakitől, rábeszélsz, és beállítod egy gombnyomással, hogy most szóban szeretnéd elküldeni azt az üzenetet, vagy írásban, amit rábeszéltél. És ez azt jelenti, hogy akár bármi mellett, éppen cigaretta szünetben tudsz válaszolni. Érted? Na most a számítógépet mivel nem viszed magaddal, azzal nem tudod ezt megcsinálni. A számítógépet meg kell tanulni használni, és a számítógéphez oda kell ülni. A mobiltelefonhoz nem kell odaülni, mert ott van a ridikülödben vagy a zsebedben férfiként. Oké? Okay? És tudod bármikor a kommunikációt folytatni az illetővel. Bármikor tudsz megosztani embereknek dolgokat mobiltelefonnal. És az azt jelenti, hogy sokkal több időt a holt időben rá tudsz szánni, mintha odaülnél a számítógéphez célzottan. Világos ez? Csak nem értem, hogy mi ezzel a gond. Használjátok a technikát. Azért van, hogy használjátok. Nem azért, hogy felvágjál vele. Hogy hú, neked milyen telefonod van. Oké? Okay? Jó, tehát lényeg az, hogy nyugodtan lehet így szervezni embereket. És van, akik a szervezés révén ugye hoznak tanulókat, és a tanulóik is hoznak tanulókat, és a tanulói tanulóinak is, a tanulói is hoznak tanulókat, és abból ő mind részesedik. És ezáltal olyan jövedelmet keresnek azok, akik szervezéssel komolyabban foglalkoznak, amiről te csak civilben álmodozol. Oké, maradjunk ennyibe. De természetesen ennek feltételei vannak. Az a feltétele, hogy használd okosan a szervezést itt belül a fejedbe, és használd a technikát. Sokkal könnyebb szervezni
okostelefonnal, mint bárhogy az életünkbe, ahogy szerveztünk. Én szervezéssel foglalkozom 91 óta, emberek szervezésével. És 91 óta folyamatosan foglalkoztam szervezéssel, és ennél könnyebb szervezés, mint az okostelefonnal nem létezik. Nem találkoztam vele még. Oké? És az okostelefonon keresztüli szervezést sokkal könnyebb megtanulni, mint mondjuk egy számítógépen keresztüli szervezést. Ezt csak úgy mondom. Sokkal könnyebb. Mert ugye, ha van okostelefonod, akkor valamennyire használod, más nem telefonhívásra, használod a mobiltelefonodat. És onnantól kezdve ahhoz képest már nem egy nagy tudomány elsajátítani több dolgot. De vannak olyan emberek, akiknek a számítógép az olyan, mintha a kínai billentyűzete lenne. Érted? Pedig magyar billentyűzet Magyarországon a számítógép billentyűzete. No, tehát aranykornak kell lenni, és itt nem az a kérdés, hogy az aranykorhoz lesz-e elég tudás. Az aranykorhoz már meg lenne a tudás. Megvan a tudás. Nem ez a kérdés. Tudod, mi a kérdés? Hányan jutunk be? Ez a kérdés. És a szervezés nélkül nem fog működni. Világos ez? Tehát maguktól az emberek nehezen lépnek, érted? Tehát kell külső indítatás. Kellenek olyan emberek, akik elindítják azt a fajta, arra a fajta működésre az embereket. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdánknak, mindenkinek további szép estét kívánok, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus előadást. És egybe azt is köszönöm, hogy itt állhatok, nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Pár szót magamról, és arról, hogy hogy kerültem ide a PPH-ba, és mit adott nekem a Nyílt Akadémia. Párommal Lébényben élünk, két kislányunk van, akikről el kell mondani, hogy a nagyobbik lányom, ő is már részt vesz a szervezésbe, és ő is érzi, hogy mekkora különbség. Tehát ő is már elkezdte érezni, hogy milyen jó érzés emberekkel foglalkozik, ők is megtudnak valamit, amit ő tesz hozzá. Ő egyébként a idézetes képeket készíti. Eredendően gépészmérnöknek tanultam, és el is helyezkedtem abban a szakmában, viszont nem voltam vele megelégedve azért, mert arra rájöttem, hogy igaz, hogy jól lehet pénzt keresni vele, viszont minőségi idő nem maradt se a családra, se arra, hogy azt a jövedelmet úgy költsük el, hogy az igazából boldogságot okozzon. És pont ebbe az évbe, 20 éve kezdtem el a spirituális dolgokkal foglalkozni, 2001-ben, mert már akkor nem voltam megelégedve azzal, amiben éltem, ahogy éltem. Megismerkedtem jelenlegi párommal, akivel egyre boldogabb kapcsolatba élünk. Köszönhetően Szedlacsik Miklósnak, mert ezt el kell mondanom, hogy ennyi módszert, ennyi kitartást senkitől se kaptam ahhoz, hogy ha valakinek fenntartani szükségesek a kapcsolatot, vagy valakinek rendbe tenni, vagy negyisten újraindítani. És hát körülbelül nem tudom ebben a sorrendben, de mind a hármat ezt megéltük párommal. És így a videón keresztül üzenem neki, hogy itt foglalom helyet magam mellett, úgyhogy itt a helye, előbb-utóbb itt lesz. Tehát visszakanyarodva oda, hogy 20 évvel ezelőtt kezdtem a spiritualitással foglalkozni, akkor ismertem egyébként meg Verát is, páromat, és azt tapasztaltam, hogy nem volt jó, nem volt megfelelő, nem volt működőképes az a egyébként egy multinál végzett munka, amit gépészmérnökként végeztem, ezért gőzerővel elkezdtem keresni
valami mást, valami olyat, amitől emberségesen, embermódjára tudunk élni családommal együtt. Hát ide, több mint három és fél éve vagyunk itt a PPH-nál, tehát eddig tartott a keresés. Kipróbáltam többféle céget, munkát is váltottam, és mindig csak azért, hogy boldogabb élhető életünk legyen együtt. Viszont hát igazából, ha belegondolok, csak problémákat gyártottunk. Megoldások nem nagyon voltak. Rengeteg emberrel megismerkedtünk a spiritualitással kapcsolatban, viszont ők is tehát mondták, hogy na ezt így kellene, azt úgy kellene, de hogy oda hogyan jutunk el, az valahogy mindig kimaradt. És nem tudom, aki nézel minket, voltál-e már olyan helyzetben például, hogy hitelt vettél föl, mert akkori tudásod szerint, vagy a szüleid módszerei, vagy a tapasztalatai szerint működött, ők is túlélték, mások is, és belugrottál. Mi is belugrottunk. Viszont nem azért hagytuk abba a fizetést, hitelfizetést, mert nem tudtuk fizetni, hanem azért, mert ki akartunk állni akkori tudásunk szerint az igazságért. Na hát ez úgy működött, hogy csak nőtt a tartozás, meg a stressz, meg a konfliktusok otthon. Ez sem működött, nem kaptunk módszereket. És biztos, hogy véletlen idézőjelbe, hogy pont abban az időszakban találtunk rá Szebdacsony Miklósra és tanításaira, amikor már olyan szintre csúcsosodott ez a dolog, ez a hiteltartozás, hogy megszűntek a megoldások, megoldási lehetőségek is megszűntek. Viszont meghallottunk egy előadást, ahol Szebdacsony Miklós pont erről beszélt, hogy milyenek a megoldása. Utána rögtön föl is hívtuk, hogy ezt szeretnénk konkrétan megtudni, és elmondhatom most nektek, hogy úgy megoldottunk, kiszálltunk belőle, az ő tanácsaira megfogadtuk a tanácsait és módszerét, hogy se egészségileg nem károsodott senki, se anyagilag nem tett minket úgy padlóra, hogy tehát kilátástalan lett volna a helyzetünk. Úgyhogy ezt is neki köszönhetjük. Ha majd konkrétokról beszélünk, akkor hiteltartozást köszönhetjük neki, megoldást, párkapcsolati rendezést köszönhetünk neki, hát ha belegondolok, még a munkát is, most nem tudom, jó vagy rossz szó, tehát jövedelemszerző tevékenységet is neki köszönhetek, mert egy olyan lehetőséget utat mutat nekünk, nekem, amivel át lehet billenteni a mérleget a jelenlegi multi munkámból egy olyan minőségi tevékenységre, amivel úgy tudok jövedelmet és megéletést a családomnak, hogy közben másoknak segíthetek. Egy csodálatos dolog, hogy látom azt, hogy ezt ők is használják, mások, és ő életük is sokkal jobb lesz. Tehát minőségi, sokkal minőségibb, és külön nagy különbség. Egy egyszerű példát tudok mondani. A multinál, ahol dolgozom, még jelenleg, egyébként vállalkozóként tevékenykedem, ott is, meg itt is, és szoktam tréningeket tartani, viszont óriási különbség, amikor egyhuzamban 4 napig tartom a tréninget, hogy utána szellemileg úgy kifáradok, hogy hazaérek este, és csak nézek üveges szemmel ki magamból, és teljesen más, amikor ugyanennyi időt szentelek másokkal, itt a PPH-nál másokkal foglalkozva, segíteni nekik, foglalkozni velük, és azután, az idő után nem elfáradok, hanem jobb kedvem lesz, emelkedek, és úgy fekszem le, hogy megint tettem valamit a világért. Úgyhogy, hát körülbelül ennyit szerettem volna így elmondani. Ebbe szerintem benne volt minden. Most pedig 25 perc szünet következik, és jöjjetek vissza, akinek van lehetőség és jogosultsága.